Tisztelettel köszöntöm Önöket, Terézvárosi Magazin műsorunkat látják, melynek első részében önkormányzati perceinket kínáljuk Önöknek. Cuppon Zsolt képviselő úr lesz a vendégem, és társasházi felújítási pályázat lesz többek között a témánk. Ezután láthatnak Terézvárosi programajánlót, majd következik nagy körú című adásunk. Három témát kínálunk Önöknek. Elsőként a Terézvárosi Polgárőrség tevékenységéről, munkájáról beszélgetünk majd, majd pedig a Tália Tanoda vezetői, illetve két ifjú színészpalánta lesz a, a vendégem. Azért mondtam, hogy palántok meg mindketten gyerekek. És természetesen nagyon örülök a témának. A Pécsi Országos Színházi Találkozóról is fogunk beszélgetni Sp Spilák Klári kolléganőmmel, aki a rendezvény sajtófőnöke volt. És a mai alkalommal is meg fogjuk ismételni Telérzváros elmúlt hetének legfontosabb eseményeit. Ha tehetik, maradjanak velünk. Képviselő úr, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Társasházi felújítási pályázat. Nagyon jól hangzik. Mert akkor ez jelentheti azt, hogy még ö, nagyobb ütemben szépül a kerületünk. Hát ez így igaz, reményeink szerint is egyre nagyobb ütemben indulhat el a kerületi rekonstrukció. Maga ez a pályázat, ez hosszú évekre, ez a pályázati rendszer hosszú évekre tekint már vissza, több cikluson átívelő programról van szó. Ezeket mindig próbáltuk kicsit az igényekhez is alakítani, illetve hát az önkormányzat. Így van, az önkormányzat lehetőségeihez. Próbáltuk alakítani, formálni, és hát az idei pályázat is elég nagy sikerrel zárult. Ebben a ciklusban talán ez volt a második olyan, olyan pályázat, ahol az eredetileg kalkulált keret az kevésnek bizonyult. De hát a, a Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottság megtalálta ennek a, ennek a módját, hogy hogyan lehet, uh, hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Úgyhogy uh, örömmel jelenthetem be, hogy minden olyan pályázó, aki uh, érvényes, sikeres pályázatot nyújtott be, uh, uh, azt az összeget, amivel pályáztak, azt meg is kapják. Egyébként azért lássuk be, hogy jelenleg nem lehetne annyi pénz, amennyi kellene erre a projektre, tehát ezt szép óvatosan kell és folyamatosan felépíteni. Például ahhoz, hogy mondjuk úgy nézzen ki minden ház, mint hogyha most épült volna fel. Hát azért lehet, lehet mert, mert a társasházak sem tudnak annyi, annyi, annyi pályázatot benyújtani, illetve a társasházak sem tudnak legalábbis nem mindegyik társasház tud olyan e, megtakarításokkal e, előállni, amelyek szükségesek mondjuk ahhoz, hogy egy társasházi pályázaton, egy önkormányzat által finanszírozott társasházi pályázaton elinduljanak. Hiszen itt azért azt tudni kell, hogy Na akkor most menjünk többnyire... bele a részleteibe, bocsásson meg. Tehát akkor mennyi önrészsel kell rendelkezni egy társasháznak ahhoz, hogy egyáltalán pályázni tudjon? Mert gondolom, ez kell, hogy legyen önrész. Vagy így ez, van. Vagy nem? Így van. Mert van így, olyan is, így van. amikor nem a kell. Teljes, a, teljes bekerülési, a teljes bekerülési költségnek 50%-ával rendelkezni kell, illetve még a, a társasházi pályázatról szóló önkormányzati rendelet azt is kimondja, hogy egy társasházat maximum 6 millió forintig uh -huh. támogathat a bizottság. Ez a, a pályázatoknak az elbírálása, csak hogy értsük, Ezeknek az hogy összegeknek mennyire... az oda, odaítélése, ez a, a Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottságnak a, feladatában. feladatába, a Azt feladat rögtön tovább, csak képvisel, úr, hogy értsük, hogy 6 millió forint mire lehet elegendő, mondjuk nézzünk egy átlagos társasházat a hatodik kerületbe, akkor 6 millió forint én úgy satszolom, hogy pont a homlokzat felújítás. Igen, ez pont egy, egy, egy homlokzat felújításhoz. Hát persze nyilván ez társasház mérete is válogatja, de 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 egy, de egy, egy egy homlokzat felújításhoz éppenséggel mm, ez, elegendő. ez elegendő elegendő lehet. Tehát egy társasházat nyilván a társasház saját maga sem lenne képes egyszerre egy nekifutásra, egy egy teljes generál felújítást Hát, hát igen, merre az véghez vinni. Ott van éppen gázvezeték, van áramvezeték, vannak belső udvarok. Szerkezetek, hát élmények, így van, így van. Tetőszerkezet és egyéb, egyéb építészeti szerkezeti ö, ö, rekonstrukciók is szóba jöhetnek egy egy ilyen. Egy -egy ilyen ö, felújítási programnál. De mondjuk, hogyha vé, vé, véletlenül, nem véletlenül, hanem jó a pályázat, és akkor nyernek mondjuk ennyi összeget, vagy egy társas, társasház nyer ennyi ekkora összeget, akkor mondjuk a homlokzat megvan, akkor tovább gyűlik a, a felújítási tartalék, és akkor el lehet végezni a következő munkálatokat, akkor végülis ez is a lényege. Hát pontosan hogy... így van, következő évben is lehet, következő évben is lehet pályázni, vagy hogyha ha nagyobb volumenű felújítás a rekonstrukcióra kerül sor, és akkor azt dönthet úgy a társaság, hogy most akkor két évet kivár, vagy három évet, addig is, addig is gyűjt, ö, addigra már esetlegesen a, a pályázati összegeknek egy része, miután ez egy része visszatérítendő, egy része nem visszatérítendő, is visszafizetésre kerül az önkormányzat felé, és akkor fel tud vállalni egy újabb, egy újabb kiadással járó felújítási programot. És akkor így tudják folytatni. Képviselő úr, van-e a kerületünkben, illetve Terézvárosban mondjuk nagyon rossz állapotban levő társasház, ahol... Valami miatt nem egyeztek meg a lakók, vagy a, van ez a szerkezeti működési szabályzat például, az nem készült még el, és akkor így nem is tudnak indulni, viszont nagyon rossz állapotban van. Hát vannak, Tehát ők tudnak-e vannak, 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 vannak pályázni? Vannak, vannak, vannak rossz állapotú ö, ö, társasházak, sajnos. Ö, hát azt az tudni kell, ugye hogy a társasházaknak egy... A legjelentősebb részében szinte semmilyen önkormányzati tulajdon nincsen, nincs. tehát ez nincs. teljesen magántulajdonban van. A rendszerváltást követően, amikor ezek a társasházak, ezek ugye kikerültek a tanácsi lakások, illetve a tanácsi ingatlanok köréből, és lehetőségük volt a, az akkori bérlőknek megvásárolni ezeket a, ezeket a lakásokat, így aztán egyik pillanatra a másikra és egy társaság, hogy tulajdonosok átkerült, átkerült teljesen abszolút magántulajdonba. Akkor az az igazság, hogy szerintem nem is mindenki megfelelően mérte fel, vagy lehet, hogy nem is volt teljesen megfelelő a tájékoztatás ezzel kapcsolatosan, azt, hogy itt tulajdonképpen nem csak a négy fal által bezárt területet vásároltam meg, hanem függetlenül attól, hogy én mondjuk egy urvari lakást vásároltam az utcai homlokzattal kapcsolatos kötelezettségeim is vannak, attól függetlenül, hogy én nekem földszinten van a lakásom. Uh, attól a harmadik függetlenül, emeleti gang is uh, az enyém. Így Igen. van, sőt, még a tetőtér is, Igen. engem engem is ugyanúgy, engem is ugyanúgy terhel, sőt, adott esetben még egy lift javítás is, függetlenül attól, hogy én mondjuk egy földszinti lakásban lakom. És hát eh, ahogy, ahogy, romlottak ezeknek a társasházaknak, a, eh, ahogy romlott ezen társasházaknak a, az állaga, úgy jöttek, elő ezek a, úgy jöttek elő ezek a problémák. Így aztán az önkormányzat eh, vállalt fel, hozzáteszem nem mindegyik kerületben van ez így, eh, az önkormányzat vállalt fel ilyen, ilyen programokat, hogy ezzel is segítse a társasházakat. Azt azonban, és ez nem csak a társasházi pályázatoknak jellegzetessége, hanem, hanem, azt gondolom, hogy minden egyéb más pályázatnál is hasonlóképpen működik, a pályázat kírója azért azt, azt elvárja, hogy, hogy valamilyen minimális szintű megtakarítással a társasház maga rendelkezzen. Ezeket a megtakarításokat nyilvánvalóan a, a közös költségből lehet Tartalékolni, és hogyha több éven keresztül a társasház megfelelően tud gazdálkodni. Ugye ez a társasháznak a saját jogköre, ők döntik el, hogy, hogy hogyan gazdálkodnak, milyen, milyen formában. Ha megfelelően tud gazdálkodni a, a társasház, akkor olyan tartalékot tudnak képezni. Pár, hogy hogy, 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 nyerhetnek. Hát olyannyira, hogy erre a pályázatra például 113, erre a felújítási pályázatra 113 pályázat érkezett, Ebből 82 érvényes pályázat, és 31 volt, volt érvénytelen. Ezek formális hibák, vagy nem volt megfelelő összeg mögötte, vagy mi voltak, Mit voltak, jelent az, hogy, hogy érvénytelen? Voltak formális, voltak formális hibák is, majd még a beszélgetésben erre is szeretnék egyébként kitérni. Voltak formális hibák is, voltak olyanok, hogy nem, nem azokra a dolgokra pályáztak, ami, amelyek a pályázati kiírásban szerepeltek, és, és, ennek következtében hát a bizottságunk nem tudta támogatni ezeket a pályázatokat, de majd de 82 ben öt így, így, igaz, 82 emlékszem? érvényes pályázat, pályázat a Az szép szám. E, igen, eredetileg 205 millió forintot e, e, rakott félre tulajdonképpen az önkormányzat ennek a, ennek a programnak a megvalósítására. Ugye ez a, ez a költségvetésben igen. kellett ezt külön megjelölni, hogy társasházi pályázatra 2014-ben 205 millió forint áll rendelkezésre. Ehhez képest az érvényes pályázatok, ez a 82 darab érvényes pályázatnak az össz volumene 216 millió forintot tett ki. És akkor ez kapott zöld utat? Erről, akkor még egy erről, millió. erről rendelkezett, a, erről rendelkezett a, a bizottság. Miután van egy másik kerete is a bizottságnak, ez az úgynevezett Viszmajor uh -huh. keret. Ebből a Viszmajor keretből most uh, átcsoportosítottunk, és felpótoltuk ezt a 205 millió forintos keretet 216 millió forintra. Tehát akkor 11 millió forint. Így van, de ez persze nem azt jelenti, hogy most akkor a Viszmajor keret pedig hát ezáltal csorbát szenvedett. Így mm. van, viszont ahhoz már majd a képviselőtestületnek a döntése mm -hmm. szükségeltetik. De, a, de a Viszmajor ezt keret leggyorsabban elő, és leggyördülékenyebben itt tudtuk megoldani. Törvény írja elő. Hogy a Viszmajor keret van, összegét. Így van, így mert van. ha bármi baj történik, akkor kell, hogy. Magát az összeget nem törvény, nem. de de az, hogy nem törvény írja elő, de de az, hogy Viszmajor kerettel minden településnek kell rendelkeznie, ezt ezt valóban, valóban törvény. Igaz, hogy ez elő. nem volt témánk, de ön biztosan tudja, mert szakértője ennek, hogy a Viszmajor keret az mire használható fel? A Viszmajor keret az tulajdonképpen minden olyan minden olyan uh, programra felhasználható, ami hatósági kötelezettséggel mm -hmm. jár. Tehát, hogyha ledől a kémény, akkor ugye azonnal hatósági kötelezést uh, adnak ki, mert hogy a kémény életveszélyes, azonnal... Tehát ott, 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 ott nincs arra idő, hogy a társasház most elkezd gyűjtögetni, és akkor majd fél év múlva vagy egy év múlva majd, majd uh, helyreállítjuk ezt a kéményt, azt azonnal, azonnal És ha mondjuk uh, van egy kell. Es, akkor ugyanez. Ugyanez, a, ugyanez. a, helyzet, uh, amikor a gázvezetékek uh, sokszor előfordul egy-egy nyomáspróba alkalmával, kiderül, hogy, hogy, hogy nem megfelelőek már, Elavultak, előregerettek ezek a gázvezetékek, ebben az esetben is a Viszmajor keretre lehet. Volt egyébként most is öt olyan pályázat, ami ebbe a társasházi felújítási programba nem fér bele. A, a bizottság soron kívül, miután ezekre a pályázatokra volt hatósági kötelezés, a bizottság soron kívül ezekre a pályázatokra biztosította, a mintegy 9,4 millió forintos összeget. Hogy, hogy, akkor hogy ez a, ilyen gyors segít tulajdonképpen, mert akkor a. Hát, akkor ott gond van. E, így van, így van. Egyébként a bizottság más esetben is, amikor a Viszmajor keretre érkezik be igény társasházak részéről, mm. minden esetben rendkívüli bizottsági ülésen tárgyaljuk ezt meg, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk intézkedni a támogatás odaítéléséről, illetve a társasházak is minél előbb el tudják kezdeni a felújítási munkálatokat. Még egy nagyon fontos dolog eszembe jutott, aztán majd szeretnék még a csarnokról is kérdezni, hogy ha nyer egy, tehát egy pályázat sikeres, egy társasház elnyert x, mondjuk 3 millió forintot, akkor önök kérnek-e megpályáztatás. Tehát, hogy a társasház a megfelelő szakemberrel csináltatja el meg a munkát. Mondjuk egy festővel, vagy egy kőművessel. Hát ez, vagy hogyan kell elszámolni ez minden a esetben... Ez, 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 ez a, 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 visszatérítendővel is, és a visszanemtérítendővel is ugyanúgy el kell számolni. Minden esetben ez a társasház Közös közgyül, közgyűlésének a, a kompetenciája, hogy mely vállalkozóval köt az adott munkálatoknak az elvégzésére. E, azt azért meg szokta nézni az önkormányzat, hogy egy-egy hogy egy-egy felújítási munkálatra ne legyen irreális magas összeg igény benyújtva a, az önkormányzathoz a pályázaton keresztül, tehát ezt azért szakemberek ellenőrzik. E, hogy, hogy, hogy ezek az összegek, ezek, ezek a, a realitás talaján maradjanak, de az, hogy mely vállalkozóval. Melyik kivitelező már a már az a társasháznak a, Az a, társas a kompetenciája. És ilyenkor a gyakorlatban az a normális, hogy a társasház, a mondjuk a közös képviselőnk, meg a társasházban vannak is egyébként ilyen kis bizottságok. Meg hogy van nem? közös képviselő, van. akkor általában mondhatjuk-e azt, hogy ez jól működik, mert mondjuk három-négy vállalkozótól kérnek árajánlatot, és akkor a közgyűlés eldönti, hogy melyiket fogadjuk el. Igen, ez általában így szokott. Így szokott mm. működni, és akkor a közgyűlés saját maga. Bár nem vagyok arról, benne hogy biztos, hogy minden, minden esetben az olcsóbb a jobb. Ez, ez így van, ez így van. Éppen ezért az önkormányzat ebbe, ebbe a részében nem is akar nem is akar beleszólni. Az elszámolás egyébként az meg, az, meg, az meg úgy történik, hogy miután a kivitelező benyújtja a számlát, leigazolják a, a kivitelezésnek a... a a készenlétét, ezt követően uh -huh. kerül aztán az önkormányzathoz, vagy kerülnek ezek a számlák, illetve ezeknek a másolatai az önkormányzathoz, és akkor indul meg a finanszírozás az önkormányzat részéről. Tehát uh, nem úgy kell elképzelni, hogy egy, uh, egy társasház nyer mondjuk 6 millió forintot, az önkormányzat uh, átutalja ezt az összeget, aztán majd utólag elszámolnak. A társasház bankszámla szám számára gondolom? Uh, így van, így van, de uh, miután a munkákat elvégezték, mm. és a számlát a kivitelező benyújtotta, és a számla alapján történik. Tehát adott esetben, de. hogyha egy társasház uh, jól gazdálkodik, és történetesen valamennyi összeggel olcsóbban tudja uh, elvégeztetni a munkát, akkor ez tulajdonképpen az önkormányzatnak is jó, majd az utolagos elszámolásnál. És akkor ez visszakerül. Annyival, uh -huh. nem kerül vissza, annyival kevesebbet uh, kell akkor átutalni a, a társasházra. Tehát, Tehát a társasház úgy, elvégezteti a munkát, megkapja a számlát, igen. majd ez a számla bekerül az önkormányzathoz, és az alapján történik a támogatásnak És akkor a, a, társas a társasház azután részébe. fog fizetni a vállalkozónak. Így van. Na, mert ez egy nagyon fontos hát dolog, keveset számla... tudunk róla. Hogy ez hogy, hogy ez hogy működik, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, mert gondolhatná az ember, hogy nyer, mondjuk aki társasházban lakik, és ilyenekkel nem foglalkozik, hogy a társasház nyert egy pályázaton, mondjuk 3 millió forintot, teljesen mindegy, akkor az az a számla számára kerül, és akkor majd valamikor elszámolnak. Tehát akkor ez nem így van. El kell végezni azt a munkát, és így csak van. utána. Így van. Már csak azért is, mert mert nyilván az önkormányzat sem szeretné, hogyha egy társasház azért kerülne nehéz helyzetbe, mert mondjuk valamilyen rutintalanságból kifolyólag kifolyik a, a pénz a kezük közül, és, de szépen és, és, a pénz, Más elképzelhető. Persze sok mindent el lehet képzelni, történ, történhetnek is adott esetben, de nyilván ezt a rendszert ezt azért, azért így alakítottuk ki, hogy, hogy, ezeknek a valószínűsége hát a lehető legkisebbre eh, redukálhatóak legyenek. Annyit még szerkesztő szeretnék ezzel a pályázattal kapcsolatban el, el, elmondani, ugye említettük azt, hogy 31 érvénytelen pályázat volt. Volt, igen. Ezeknek egy része, ahogy szerkesztő úr is fogalmazott, ilyen formai okokra vezethető vissza. Éppen ezért a bizottság úgy döntött, hogy felkéri polgármesterasszonyt, vizsgálja meg annak lehetőségét, nyilván a pénzügyi lehetőségeket is meg kell nézni e tekintetben, hogy még ebben még az évben új adni. pályázat, új pályázat kerüljön kiírásra. És akkor természetesen nem csak ez a 31 érvénytelen pályázó indulhat rajta, hanem bárki más társasház, amelyik még itt a kerületben úgy gondolja, hogy, hogy, hogy a felújításba bele tudnának, vagy bele akarnak vágni. Ez egy ez. nagyon fontos információ volt, képviselő úr. A csarnokot megemlítettem, mert hogy ez egy ilyen kényes pontja városnak. De az információim, pontos számot nem tudok mondani, itt 1 milliárd 800 millió forint tartalékot sikerült, vagy 180 millió, 1 milliárd 8. 1,8, így van? Tehát akkor 1, 1 milliárd 1, 1, 1, 800 millió. 800 millió forint. Ez a, ez a tartalékpénz költődhet a, a csarnok felújításának egy részére, vagy hogy legalább elkezdődjön? Hát természetesen olyan annyira, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen erről egyébként határozat, határozatot is hozott a képviselőtestület, mi szerint ebből, ebből, ebből a, tartalékból, amit hát a, az elmúlt évek, illetve az elmúlt év nagyon gondos és szoros gazdálkodása teremthetett meg, ebből a tartalékból fél milliárd forintot, 500 millió forintot a Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójának az előkészítésére és megkezdésére kíván Terveket kell ugye készíteni engedélyeztetést, tehát azért itt, itt hosszú, lesz ez, igen. és procedúra. költséges. Hát főleg azért, mert ugye egy ipari műemlék kiépületről van szó és és tényleg szeretnénk, hogyha végre újra a régi fényében pompázhatna ez a, ez, a, ez a nagyon szép csarnok. Most annyira nem látszik, hogy olyan nagyon szép, de hogyha azért úgy jobban, tizetesebben megnézni. Csak rá, akkor, rá kell akkor, nézni, bele lehet azt látni, hogy ez hogy Akkor, az hogy, hogy, akkor, hogy akkor el lehet képzelni, hogy régen, régen ez milyen, milyen gyönyörű lehetett. Nos, terveink szerint ugyanezt az állapotot szeretnénk mi visszaállítani. Tehát akkor terveztetés, ez lesz az első szakasz, gondolom, ha jól értettem. Terveztetés, engedélyeztetés, és aztán utána elkezdjük a, elkezdjük a, munkát. Sajnos elődeink korábban már több alkalommal is beállványozták ezt a, ezt a csarnokot, ilyen olyan, amolyan indokokkal, illetve, illetve hátsó szándékokkal. Mi semmiképpen nem, nem álványozással szeretnénk indítani, már csak azért sem, mert a terézvárosiak éppen elég álványt láttak a hunyadi téli csarnok ö, ö, körül, és éppen ezért nyilván nyilván ö, senki nem hisz már ezeknek, a, ezeknek az álványozásoknak. És, ez állványozások ál, voltak? Hát volt, volt, köztük, igen, volt köztük. Hát olyannyira, hogy, hogy, hogy volt, olyan, volt olyan állványozás, a legutóbbi például az még 98 előtti, 98-ba bontotta el az akkori Fideszes önkormányzat a, a legutolsó állványt. Az például azért, azért történt, azzal a, azzal a felhanggal, hogy életveszélyes, és ezért fel kell árványozni, hogy ott a különböző homlokzati elemek ne potyogjanak a járókelők fejére. Nos, elbontottuk az árványt, ha jól emlékszem, és akkor talán kidenült, 90, volt 98 ban hát azóta senkinek semmi nem esett a fejére, tehát ennyire volt ez, ez, ennyire volt ez életveszélyes. Az akkori önkormányzatnak voltak egyéb terve is akkor a, a, a piac épületével, és, és, nyilván, nyilván ennek, a, ennek a részét képezhette ez, a, ez az árvány rengeteg, amit akkor a, a, a piac kapott. Egyébként hatóságilag kinek áll jogában eldönteni, hogy egy épület életveszélyes vagy nem? Tehát ezt megteheti egyébként a képviselőtestület is, vagy nem. ilyen nem, szakvéleményt kell hát kérni? Ez, ez, ez kizárólag szakhatósági ez kizárólag szakhatósági. Tehát ez nem szemreltétel működik. Nem, 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 nem. az építészeti szakhatóság alapján, véleményezése alapján. De hát azért azt hozzá kell tenni, hogy vannak olyan, vannak olyan, olyan, olyan helyzetek, amikor, amikor dőlhet erre is, meg dőlhet arra mm -hmm. is. Tehát ö, ö, még nem életveszélyes, de azért már rá lehet fogni, hogy ez már bizony életveszélyes. Tehát Ugye ennyi, ennyi, mozgástere, ennyi mozgástere a ö, ö, szakértőknek mindig adatik. Éppen ezért van az, hogy, hogy ö, amikor valamilyen vitás eset lép fel, több szakértőt megkérdeznek, és egyáltalán nem meglepő az, hogy több szakértőnek is ö, különböző véleménye, vagy több szakértő is különböző véleményt ö, fogalmaz hm, meg az persze. adott tárgy körben. Mennyire jellemző a belvárosban, <laughs> hogy mozognak az épületek? Tehát mondjuk akárhány cent is eltérés is, mert mondjuk feltételezünk egy nagyobb belvárosi házat, ahol van mondjuk 92 albetét, az magyarul 92 lakás. Ha ott elkezd mondjuk mozogni az épület maga, és akár csak 3-4 centit, akkor az, akkor az, nem lehet annyira jó. Tehát mennyire jelen, nem tudom, hogy erről van-e információja, tehát jellemző nálunk, vagy nem? Hát ősz, őszintén, szólva, őszintén, szólva, erre vonatkozó nem adatokkal, adatokkal, én nem, nem rendelkezem. Ez csak most eszembe jutott hozzá az életben Azt hozzá kell tenni, hogy, hm. hogy a hatodik kerület nem egy, nem, egy, nem egy új építésű kerület. Ébület, igen. Ennek következtében, ugye az infrastruktúra is már régen, régen, régen megépült. Tehát ez azért fontos, mert mondjuk ahol, azokon a helyeken, ahol, ahol, ahol például metróberuházás, vagy ehhez hasonló munkálatok folynak, ott elképzelhető, hogy, hogy, hogy megmozdul egy-egy épület. Ugye ezt minden esetben vizsgálják, feltárják az okokat, adott esetben kártérítést fizetnek a, a tulajdonosoknak, vagy elhárítják magát a, vagy ezzel együtt elhárítják azokat a, a problémát, ami okozza? Azokat, a, azokat, a, azokat az okokat, amelyek, amelyek ezt a problémát okozzák? Hát jól túltárgyaljuk mi ezt a felújításnak pályázatot. Én visszatérnék az 1 milliárd 800 millió forintra. Tetszett említeni, hogy tér elkezdődik. Szerintem ez minden terézvárosi, és nem csak terézvárosi várja. És akkor egyébként még mire lehet költeni? Tehát mi a célja az önkormányzatnak a megtakarítással? Vagy tartaléknak is hívhatjuk? Teljesen? Hát um, igen, ez egy, igen ez, egy, tartalék, amin viszont uh, az önkormányzat nem, nem, akar, legalábbis a, a jelenvezetési önkormányzat nem akar erre a tartalékra a, ráülni. Uh, ennek, a, ennek, a, ennek a pénznek a kerületben van a helye. És az hogy, az, hogy az elmúlt évek, és ez ugye a gazdálkodásból is azért, azért kitűnt, egy, egy nagyon szoros, nagyon-nagyon magas szintű pénzügyi fegyelemmel járó gazdálkodás volt, és, és igazából túl sok fejlesztésre nem nagyon volt lehetőség. Most azonban elérkezett az az idő, Hál' Istennek sikerült a, 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 az önkormányzati adóságból is kirángatni a kerületet, és eljött az az idő, hogy egy növekedési pályára állhasson a kerület, és az elkövetkező évben, illetve már ebben az évben egy dinamikus fejlődésnek indulhasson. Tehát akkor a kezdetén vagyunk. E, mindenképpen, mindenképpen, Itt és vannak azt gondolom... elképzelések, hogy ez a dinamikus fejlődés hogy kezdődik, vagy mi, 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 azt nem kérdezem, hogy mi lesz a vége, mert az úgyis egy csomó idő. Csak hogy akkor hogy me, tudunk neki menni? Hát például a, a például a, a lakóépületek és a társasházak tekintetében e, a, az ilyen mértékű megtakarítások lehetőséget biztosítanak, hogy úgynevezett tömbrehabilitációkat mm. hajtson végre az önkormányzat. Tehát ne az, hogy hogy a kerületbe szétszórtan egy-egy társasház nyer mondjuk egy felújítási, homlokzatfelújítási pályázatot, hanem azt mondjuk, hogy kérem szépen, itt van egy épület tömb, akkor, akkor az ennek, a, ennek, nekos, a, ennek nekos, a tömbnek egy, egy komplex rekonstrukcióját visszük véghez, illetve segítjük hozzá a társasházakat, hiszen ugye miután nem önkormányzati tulajdonról van szó Igen. az esetek többségében, nagy többségében, ha lehet így fogalmazni, ezért hát nyilván itt a, itt a társasházak partnerségére is szükség van. Még egy dolog eszembe jutott, aztán lehet, hogy, hogy hogy ha nem tetszik tudni, akkor, akkor, visszaszívom a kérdést. Ilyenkor mekkora az áfa tartalom? Tehát, hogyha nyere egy társasház, utána a vállalkozóba fogja megcsináltatni, akkor a vállalkozó az számlát nyújt be. Tehát akkor 3 millió forint plusz áfa, vagy 3 millió, és akkor azt nettósítani kell. A, a társasháza... hát, a, a, hát, az áfatartalom tartalom az ugye, az ugye minden, minden esetben Miután ezek az összegek, ezek részben munkára, tehát a munka elvégzésére, munkadíjra, részben pedig anyagköltségben jelenik meg, ott is van álfatartalom, ugye hát ez a 27%-os áfa kategóriájába tartozik. Tehát akkor, ha mondjuk 3 milliót nyert egy társasház, vagy 6-ot, vagy 10-et, teljesen mindegy, akkor az bruttó, és neki kell kigazdálkodnia. Hát, Ami, amikor így, fizeti a vállalkozó, illetve van, hát így, a Így számára. van, az önkormányzathoz is bruttó összegű számlák érkeznek, uh -huh. érkeznek be, a vállalkozó által kiállított számlákról van szó, és nyilván a vállalkozó pedig ezekkel, a, ezekkel az áfákkal el kell, hogy számoljon ugye az a, 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 a időszerűvé válló áfabetonás során. Hát, ahogy azt normálisan kell így van, így van. Ö, ez csak egy ilyen vakvágány volt, illetve egy zsákutca, de, de egyébként nagyon érdekes, mert erről is keveset tudunk. Köszönöm szépen. tömbre rehabilitációra visszatérnék én, mert ez na nagyon szimpatikus, de nagyon sok pénz kell hozzá. Mondjuk így, csak így első blikre. Egy ilyen tömb rehabilitációhoz hány millió forint kell? Hogyha hát, itt, de csak úgy, úgy nagy, olyat nagyjából. Kérdez, olyat kérdez, amire amit Mert tényleg, ezt ki kell számolni. Tényleg, hát persze. De hogyha ez a cél, akkor gondolom azért legalább elképzelések vannak. Hát elképzelések, elképzelések vannak. Tehát ilyen és ehhez hasonló összegekkel, mint ez az 1,8 milliárd, forintos tartalék, indulni. ezzel már el lehet indulni. Uh -huh. Ezzel már el lehet indulni. Igen, mert végül is, ha azt mondjuk, hogy egy homlokzat felújítás mondjuk 6 millió, akkor a belső része, a szerkezete, Úristen. Tehát mondjuk akkor Ó, 50 de millió. Az, az, akkor, igen, de az, az, az tegyük hozzá Azt tegyük hozzá, ugye 6 millió forint maga az az összeg, amivel az önkormányzat maximálisan egy-egy társasházat támogathat. Hogyha, uh -huh. hogyha 6 millió forinttal támogatta az önkormányzat. Akkor van nekik 3 millió. E, ugye nem, mert szintén, 50%. Hát, a, Illetve nem, akkor 6 millió. 6 kell. millió, uh -huh. és akkor ebben az esetben az egész program az 12, 12 millió, millió forintot uh -huh. uh, emész fel. De azért nem lehet, nem lehet így darabra számolni ezekkel, mert társasháza válogatja uh, mekkora a homlokzat, Mekkora persze, maga a társasház? Tehát uh, itt azért nagyon eltérő összegek vannak, uh, nagyon, sok ele nagyon sok alkalommal fordul elő, vagy több alkalommal is előfordul, hogy uh, hogy uh, épületszobrászokat kell alkalmazni, ugye az megint uh -huh. megnöveli a költségeket, stukkókat kell uh, helyreállítani, ehhez hasonló uh, műveletek vannak, és hát ezek uh, jelentősen, jelentősen megdobják a. Az összköltséget, és hát ezeket, ezeket pedig mindenképpen meg kell tenni, uh -huh. miután a, az örökségvédelmi hivatal erre vonatkozó. Hát, hát itt vannak ö, jogszabályok, amiket ö, be kell tartani. Szabályozást alkalmaz, így van. Nagyon bonyolult dolog egy felújítást, ha mondjuk simán nincsen semmi, kötelezettség a házon, ami ilyen örökségvédelmi például, akkor talán egyszerűbb. Tehát ott vannak a komplikáció, amikor ilyen kötelezettségek is vannak. Hát ez így igaz, erre, erre a társasházaknak fel kell készülni, fel kell, fel kell, készülni, de tulajdonképpen ezek a kötelezések, ezek valahol értük is vannak, Természetesen. Hogy, 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 hogy tényleg a régi pompáját nyerje vissza egy-egy társasház. Tehát nem véletlenül vannak azok a, az azok a örökségvédelmi kötelezések, amelyeket, amelyeket a hivatal előír. És ne egy legyen minden ház szürke, mint az 50-es években. Hát hülyenben. így igaz. Képviselő van. úr, beszéltünk a pályázatokról, hogyan azon kívül, hogy ezt próbálnak önök segíteni, mire tudjuk felhívni a társasházak vagy a tisztelt lakók figyelmét am, akkor, amikor belemennek egy pályázatba. Tehát mik az elemi hibák? Vagy hogyan készüljenek fel, vagy önök tudnak segíteni, vagy kihez forduljanak? Hát a hivatal munkatársai is természetesen segítenek, segítenek a pályázat, a pályázat összeállításában. De nagyon fontos az, nagyon fontos az, hogy minden esetben legyen közgyűlési felhatalmazás. Tehát, hogy a társasház eldöntötte, hogy ezt a rekonstrukciós munkálatot, szeretné elkezdeni, szeretnék felújítani mondjuk a háznak az épületnek a homlokzatát. Tehát erről, erről kell mindenképpen egy egy közgyűlési döntés. A közgyűlési döntés nyilván annak fényében születhet meg, hogy előzetesen már valamilyen valamilyen költségvetés készül, valamilyen költségkalkuláció. Mert hogy, igen, igen, tudni kell, hogy a körülbelül. Be tud, be tud igen, nyújtani a összük? közös képviselő, hogy körülbelül Erről az összegről lehet szó, és hogy, és hogy milyen megtakarításai vannak a társasháznak. Adott esetben sok olyan társasház van, ahol éppen ennek érdekében már egy ilyen előtakarékosságba fognak, és megemelve, uh -huh. a, megemelve a, a, közös a közös költséget, egy úgynevezett előtakarékosságot indítanak el, és ez egy-két év alatt... Tudnak egy olyan felújítási alapot képezni, amivel aztán ö, jó eséllyel tudnak pályázni a, az önkormányzati társaság felújítási pályázata. Tálmogott. Mennyire ö, ö, képzettek, vagy profika fogalmazhatók így általában a közös képviselők? Mi a tapasztalat? Hát én azt gondolom, én azt gondolom, hogy eléggé, eléggé képzettek. Hát hogyha most a mostani a mostani arányokat nézzük, 113 pályázatból 82 pályázat sikeres ö, ö, volt, teljesen sikeres volt és érvényes volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy hogy jól felkészültek a jól felkészültek a közös képviselők, és hozzá kell tenni, hogy a 31 érvénytelen pályázatnál sem feltétlenül a, 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 közös képviselőnek a, a, közös képviselőnek a tapasztalatlansága az oka, hogy éppen az a pályázat érvénytelen. Lehetett egy, lehetett egy, egy kis figyelmetlenség, benne hiányzott esetleg egy közgyűlési meghatalmazás, vagy felhatalmazás, vagy bármi egyéb más döntés, Ami mondjuk a pályázat részét kell, hogy képezze ahhoz, hogy az érvényes lehessen. Képviselő, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, elmondtunk mindent. Hagytunk ki valami fontosat? Én azt gondolom, hogy ezzel a pályázattal kapcsolatban mindent sikerült. Akkor, akkor csak annyit erősítsünk meg, hogy minden bizonyal sikerrel pályázhat az a 31 is akinek most nem sikerült, amennyiben a formai dolgokat is betartja, és egy picit utána érdeklődik. Ha mégis elvesznének, akkor pedig megtalálják önöket a hivatalban. Így igaz, a hivatal áll rendelkezésre, és örömmel segít minden társasháznak, hogy sikeres pályázatot nyújthassanak be az önkormányzathoz, illetve a bizottsághoz. Cuppon volt képviselő volt a vendégem, köszönöm szépen, most láthatnak Terézvárosi programajánlót, majd következik nagy körű című adásunk több témával, szólt majd a polgárőrségről, a táliatanodáról, ami színi tanoda természetesen, és a Pécsi Országos Színházi Találkozóról is, és természetesen lesz még hírműsorunk is, remélem továbbra is velem tartanak. Azonnal folytatjuk műsorunkat.